Az oroszok már megkezdték az újabb nagyszabású offenzívájukat, de komoly problémáik vannak, mert az ukrán hadsereg sikeresen ellenáll, közölte a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára. Olexi Danilov kiemelte, Moszkva az esetleges tárgyalásokat is cselként használná fel, hogy elterelje a figyelmet a fronton zajló harcokról. A Luhansk megyei kormányzói hivatal arról számolt be, hogy az orosz hadsereg egyre gyakrabban veti be a légierőt a régióban. Szombaton több települést is ért légicsapás. Csak szombaton Ukrajna 9, az ország keleti részében lévő megyére nyitottak tüzet az orosz erők. Donetsk megyében egy civil vesztette életét, és tizen megsebesültek az orosz támadások következtében.